A műsor elejét egy idézettel kezdtem, a műsor második részére is hoztam egy idézetet, amelyet ön mondott. Egyetlen választásom van, az Magyarország. Azt tudja jól a közvélemény, hogy nagyon erős a magyarság tudata. Ez a tetteiben, a mindennapjaiban hogy nyilvánul meg? Hát életemnek a nagy élménye az, hogy magyar vagyok. Próbálom megismerni a magyar történelmet, kivételes államférfiakat, hadvezéreket, gondolkodat, olyan, például az Árpádok. Hát a történelemnek olyan mély folyamatait érzékelték három világbirodalom között, német-római császárság, Bizánc, utána a törökök és a kijevi rusz létrehoznak egy közép hatalmat, időnként nagy hatalmat. Tehát ez döbbenetes. Az egész magyar jogtörténet, a Szent Korona eszme, a hatalom megosztása, a földi és a égi összekötése, nem akar, nincs idő, hogy elmondjam. A magyar kultúrát, a Vörös Martinak a filozófiája egészen páratlan. Tehát az én számomra ez igazi élmény, és én éltem másfél évig Németországba, abszolút korrekt viszonyok vannak, lehet ott élni. Csak nem a hazám. Én mondtam, németek kapacitáltak, maradjak ott 40 évesen, 18 ezer márka fizetés, C professzúra, és a többi. És nem értették meg, hogy miért nem fogadom el. És amikor leomlott a berlini fal, és kérdezték, hogy még mindig nem maradok, mondtam, nem is kére, én menne Wieder Freie Heimatzur, tehát az ismét szabad hazámba szeretnék, vagy akarok visszamenni, ezt megértették. Tehát erről beszélek, tehát ugye nem nagyon ismerik az érzést, magát a fogalmat se, nem, nincs is sok nyelvben szó a honvágyról. De hogyha az ember a sikereibe észli, hogy ide tartozik, az rendkívül erő, nagy erő. Tehát én ezt próbálom, hogy ezt ismerjék meg, mert nagyon szép. Hát megnézzük a magyar történelmet, mindenki ide akart jönni, Falkástól jöttek, minden üldözött ide jött. Keletiek ide jöttek, nyugatiak jó szívvel jöttek. Akkor is jöttek, ha nem hívtuk őket, és fegyverre jöttek. Hála Istennek csak ideiglenesen tartózkodtak. Tehát ezekből áll össze én szerintem a magyar identitás, a magyar zene. Hát ha valaki nem érzékeli Lisztet, hát de akkor nem lehet mit mondani. A Magyarság Kutató Intézet dolgozik most, egy kérdésben majd két kérdést fogok feltenni, ugye a Hunyadi család Mátyás király csontjainak megtalálása, Mátyás király örökségének a felépítésén, újrafelépítésén. És itt ezt a csontjait, ezt már szándékosan mondtam, ha már ott a kritikákról beszéltünk, hisz tudja jól, nyilván ugyanúgy, ahogy már mondtam, olvas híreket, néz más véleményeket. Tehát van olyan kritika önnel szemben, hogy most mit akarja Mátyás király csontjait összerakni, és most pontosan idéztem. Ön szerint milyen kérdéseket vet fel az Magyarországgal és a néhány magyar emberrel kapcsolatban, hogy még ebben sincs nemzeti egyetértés, hogy hát Hunyadi Mátyás öröksége? Rendkívül szomorú. Én a kauzalitás elvén vagyok, tehát gondolom, és az a véleményem, hogy mindennek van oka. Az okokat erre a reagálásra az elmúlt évtizedekben kell keresni, és az identitás hasadozásának Magyarországon is. Érdekességként mondom, hogy nézem a Google-on a különböző cikkeket, ott van az egyik cikk, amelyik szidalmazza az archeogenetikai programot. Utána következik, hogy valamelyik angol kalózkapitányt vizsgálják az angolok, mint óriási, szenzációs, milyen fontos dolog. Harmadik Richard. A világtörténelem, az angol történelem egyik legsötétebb figurája. Megtalálják a csontvázát, meghatározzák a szemét, és több sok milliárd magyar forintnak megfelelő pénzért újra temetik. Az lehet, az szimpatikus, az jó. Nézzük a múmiákat 3-4 ezer év, és számos példát tudnék mondani, de az nem jó, ha szeretnénk tudni azt, hogy kik voltak az Árpádok, kik voltak a Hunyadiak, és meg fogjuk határozni, hogy a személyek között, a királyaink között
kik voltak a jagellók, kik voltak az alsók, tehát azok az államférfiak, akik létrehozták ezt az országot, és olyan alapokat raktak le, amin még mindig itt vagyunk és élünk. Hát ha valaki nem tudja ezt érzelmileg, vagy akár gondolatilag megérteni, azoknak én nem tudom, de nem is akarom elmagyarázni.